A közgyűlés döntésének köszönhetően babaköszöntő csomaggal ajándékozza meg a város a július 1-től született kisbabákat. Nagy Natasa Zoé július 13-án jött világra. Az ő családja volt az első, aki vállalta, hogy a média is részt vegyen a csomag átadásán. A kisbaba 4 generációs családba született, nem csak 19 éves szüleivel, nagyszüleivel, de dédnagymamájával is együtt él. Natasa 3550 grammal, császármetszéssel jött világra, anyukája szerint tündéri kisbaba. Jól alszik, szépen eszik, ő a család szemefénye. Erről a múlt héten Szemerei Népadaki Klaudia polgármester meg is győződhetett. Személyesen adta át ugyanis az önkormányzat babaköszöntő csomagját és saját ajándékait. A polgármester gratulált a gyönyörű kislányhoz, sok testvérkét kívánt neki, a szülőknek pedig sok boldogságot a felnevelésükhöz. A matkói család nagy örömmel fogadta az ajándékokat. A csomagban használati cikkek, textilpelenkák, szundikendő és rákcsalánc mellett egy maradandó emlék is volt. A Magyar Népmesék rajzfilm sorozatból készült mesekönyvet is megkapta Natasa családja. A polgármester elmondta, próbálják életben tartani a matkói óvodát, bíznak abban, hogy hamarosan megtelik, így nem kell majd a kis Natasának a városba járnia.